Na, sziasztok! Új melóba fogtam, nevezetesen a hálószobot teljes rekonstrukciójával, vagy felújításával. Na, és ilyen az, amikor egész jól sikerült ezt a 3-4 réteg makulatúra papírt felragacsolni a mesternek annak idején, és ez itt már semmiképp nem akar úgy olyan könnyen lejönni, mint az előbb láttátok a tapétát, úgyhogy itt egy megoldás van. Keríteni kell egy ilyen eléggé leamortizált festőhengert, amit már másra úgyse nagyon használ az ember, és akkor szépen be kell nedvesíteni, mert másképp ez nem hajlandó lejönni. És akkor utána jöhet a spaklival kaparunk, közben jókat káromkodunk, sztori, mert ez igen-igen kellemetlen mutatvány, és akkor a szerencsénkon elindul, és viszonylag, de csak viszonylag nagyobb darabokat is le lehet róla szedni, de hát ez ilyenkor így szétázik, és akkor ilyen 3-4-5 rétegbe jövöget, szóval nem mindenhol jön le olyan szépen, mint ahogy ott az előbb az ablak vagy ajtó fölött akarom mondani. Meg hát azért a tapéta alatt lehet találni mindenféle ilyen csodálatos megoldásokat, úgyhogy hát azért ezzel a fallal lesz mit kilódni. Így is úgy is lesznek ilyen javítások, amik ilyen mindenféle régi csengő, meg coax kábel, meg a jó ég tudja micsoda volt itt, amit kibontottam, illetve a régi radiátorcsöveknek a tartókonzoljai, ezeket is mind ki kell bányászni onnét, és bejavítani. Úgyhogy ja, lesz itt még azért mit működni ezen a dolgon. Na és vannak itt ilyen érdekes megoldások a purha belőtti időkből, akkor még nem létezett nagyon ragasztóhab, meg sziló, meg hasonlók. Akkor egy ablakdeszkát azt így fogadtak le, hogy egy darab drótot oda szerelvényeztek, alulra egy szöggel beakasztották, és szépen bevakolták. Szóval ezek ilyen érdekes dolgok. Úgyhogy innen indulunk, erre szokták azt hiszem azt mondani, hogy innen szép a győzelem. Hát meglátjuk, hogy mi sül ki bőle. Ha érdekel benneteket a folytatás, akkor kövessétek a csatornát, és iratkozzatok fel. Sziasztok! Thank you.